nem tépi le a szél a fejemet. Nekem se, de a hajamat kócolja. Viktor, köszi szépen ezt az autót. Én azt olvastam róla, magamtól nem találtam volna ki egy ilyen szót, meg ilyen mondatot, hogy ezzel a Kiával egy kicsit felrúgták a formatervezés szabályait, mert hogy eléggé bátrak voltak a tervezők. Hát igen, hiába az oldal az ugye egy klasszikus szíd, de ahogy haladunk hátrafelé, ugye látod, hogy egy érdekes tetővonal, egy kupé kialakítás történt itt, és ami a lényeg az ugye hátul van, hogy van egy olyan kupé kombink, ami hátul úgy néz ki, mint egy... Porsche, nekem Porsche. Legalábbis ugye elsőre. És én azt hiszem, hogy néztem is, hogy melyik, figyelj! Szerintem ez hasonlít, az, nem? Hasonlít. Ugye? A múltról annyit, hogy a Proceed eddig a háromajtos verziója volt a Seednek, viszont az most teljesen megszűnt a kínálatból, és ez maradt az, ami, vagy ez lett az, ami a sportos utód, viszont valószínűleg mivel a háromajtósok kezdenek itt kikopni, csak egy igazi Gran Turismo vagy kupé formájában marad életbe, ezért muszáj volt egy újat kitalálni. Egy négyes, négy hengeres benzines turbós motor, ami 140 lóerőt tud, tehát nagyon nincsen túlhúzva, de pont elég ahhoz, hogy ezt az 1,3-4 tonnát mozgassa. Azt mondom, hogy könnyedén, tehát alul is egész jól megindul, de amikor az ember visszateszi egy kicsit és mondjuk úgy gázt ad, akkor meg úgy érzed, hogy belenyom. De hát van eznek egy másik és igazán sportos változata, ugye a GT verzióhoz választható 1.6-os turbós benzines, ami már 204 lóerő, úgyhogy szerintem az az ideális választás ehhez, de ez bőven szerintem elég. És ugye van hát lefelé is, mert van egy 136 lóerős dízel, ami azért a hosszú távú utazóknak bizony előny lehet, hogy jobb a fogyasztása, és ott a nyomaték az automata váltóval 320 Nm-ig fölmegy, míg van egy 1000-es belépő motor, ami ugyan 3 hengeres, de 120 lovas, és tudjuk, hogy nagyon jók ezek a kis turbós motorok, úgyhogy végül is az is abszolút vállalható. Úgyhogy ez az a középút, amit az emberek szívesen választanak árérték arányba. De azt mondtad, hogy tudsz nekem mutatni az autó külsején olyan apró részleteket, amire érdemes odafigyelni. Hát ugye alapból ez a négy jégkocka dizájnú LED testmenetfény, ami most már a Kiának a védjegyévé vált, ez ugye benne van. Ezen kívül érdekesek ezek a függőleges kialakítású, hát legyen az, hogy ugye ilyen légbeömlők, de hát valójában ezek dizájnelemek, amitől sportosak lesznek. Tehát az eleje már markánsabb, mint egy átlagos szídé, és akkor itt van ez a cápauszony, ami nekem nagyon bejön. Ennek a fordítottja ott van. Így van, a tetőn, és ugye a másik oldalon. Tehát szerintem ez is nagyon komolyan dob rajta. Persze azért ilyen apróság, hogy ilyen küszöbtoldat került rá, ami a magasabb felszereltségnél, az erősebb verziónál akár még markánsabb színt kaphat, tehát mondjuk egy fehér autó piros síkkal. És akkor nézzük a hátulja, ugye a Porsche fenék, ami egyébként egy olyan csomagteret takar, ami nem kicsi. Hát igen, ez papíron közel 600 liter. Hát szépség kínálnak, maximum annyit róhatunk fel neki, hogy sok a ez a fenék alatt elrejtett pakolóhely. A csempészrek ez. Úgyhogy, de jó pakolható, tehát nyilván ez itt egy kicsit magasabban van síkfelület, elég jó. És akkor még dönthetjük is, és akkor közel másfél köbméter, sőt annál nagyobb teret kapunk, és ugye jó pakolható, tehát ez egy ilyen klasszikus, hosszú ötajtós fenék. Bátor, azt mondtad, hogy pöpec. Mitől lesz pöpec egy váltó? Mitől lesz pöpec, hogy megfelelő pillanatban nagyon könnyen a helyére ugrik, és ugye az ember úgy
szívesen váltogat vele. Nem kell irányítgatni, meg oda tenni a helyére, hanem odaugrik a vakán. De nagyon jó kezelhető, úgyhogy ez kimondottan tetszik nekem. Ugye ez a hadsebességes az alapkiépítésben, ami jár mindegyik modellhez, de kérhetünk egyébként egy 7-sebességes automatát is, amivel például, hopp, ez egy sávelhagyás figyelmeztető jelzés volt, amivel például elérhető opciósan a távolságtartó tempomat, ami teljesen automatikusan gáztad és fékez. Mi átlagfogyasztás, bármit elő tudunk hozni. Például az átlagfogyasztás, amikor az ember így odalép neki, akkor azért közel 8 litert is elérjük, de sok városra azért hozzátenném, de alapvetően 7 alatt tartható vegyesben, és országúton pedig ahhoz szokott lenni, hogyha 6-osba furikázunk 100-zal, akkor pedig 6 alá is bemegy. Az autó meg annyira új, hogy ezeket a takaró fóliákat is én fogom nagy élvezettel letépni innen a klíma állítóról, meg innen középről is lekaparom. Akkor ezekről beszéljünk egy kicsit. Ez egész szépen néz ki. Hát ugye itt fólia nélkül még fólia nélkül még szem. Itt már a Digit klíma ugye benne van az alapában a Proceed-nél, illetve ez az alapkiépítésük jelző, ahol aztán a szokásos menük ben vannak, testre szabható, kitehetünk gyors gombokat, kezeli a telefont, Android Auto és iOS kompatibilis Apple CarPlay-t is tudja, tehát kábellel összekötjük és a telefon képernyőjét kivetíti, illetve opciósan elérhető navigáció, meg hát gyakorlatilag a vezetés segédek között a vészfék rásegítés is megvan, illetve a multi kormány, ami nekem nagyon tetszik, mert ugyan sok a gomb, de jól elrendezett és minőségi, tehát fém, kis kapcsolók, pöckök találhatók itt, és mindent innen tudunk vezérelni. Végére hagytuk ezúttal is a piszkos anyagiakat. Nem néz ki olcsónak. Mi a helyzet? Hát ugye relatív, van ugye egy 1120 lovas indulómotor, ugye a három hengerrel, de turbós, az már 6,6-nál egy kicsit többé elhozható, ami azért nem rossz, mert a GT Line felszereltség, ami ehhez jár, az már az elég sok mindent tartalmaz. Aztán mehetünk följebb, a dízel az már 7,6, ez a kettő között 7,2 körül van, de ami a csúcs, ugye az 1.6-os turbós 204 lovas GT felszereltség, ami többet tartalmaz, mint a GT Line, és még sportosabb, igazi kipufogó végekkel, stb. Az viszont már 8,6 körül van, de hát már 18-as kerék, stb. Tehát minden van benne. Úgyhogy én nem tudom, szerintem jól belőtték az árat, mert szinte prémium közeli minőséget kapsz egyedi külsővel és megbízható technikával 7 év garanciával.